A Doroszlói Általános Iskolában a diákok több gyermekeknek szóló könyvvel is megismerkedhettek, ezen kívül belelapozhattak a szerb-magyar szótárba is, ami nemrégiben jelent meg. A gyerekek nagy izgalommal fogadták a könyveket, volt, aki vásárolt is. Én legjobban a hosszú meséket szerettem, mivel, mint mondtam, nagyon szeretek olvasni, nekem nincs kedvencem, mivel én mindegyiket, majdnem mindegyiket szeretem. A kedvenc időm Petőfi Sándor, kedvenc könyvem az a Szeleburdi Család volt, és itten az a cirkuszos könyv volt a legjobb. Volt egy érdekes kicsike könyv, meg is vettem, egy recsnika, ami igazából a nyelvünket cifrázza ki, amit a magyarok máshogy használnak, és biztos, hogy el fogom olvasni, és a családomnak is megmutatom, fogadni merek, hogy nekik is tetszeni fog. A Doroszlói Petőfi Sándor Általános Iskolában 101 gyermek tanul magyar nyelven 46-an. Klem Valéria igazgatónő elmondta, nagyon fontosak számukra az olyan lehetőségek, mint a könyvbusz. A technika az már kitúrja valamennyire sajnos a könyveket. Ez így, hogy megtapogatják, megfogják, megszagolják, nézik, szerintem, hogy mondjam, egy kicsit szorosabb és intimebb kapcsolatot tudhat kialakítani a gyerekeknek a könyvvel kapcsolatos élményeke. És hogyha meg író is van köztük, akkor pedig az egy, már lehet, hogy nem ismerik ők ezt az érzést és új számukra. A Fórum Könyvkiadó Intézetnek a megjelentetésen kívül célja a könyvek és az írók megismertetése is az olvasóval. Mindig törekszünk arra is, hogy az ilyen könyvbuszos eseményeket valamilyen más programokkal kiegészítve próbáljuk még vonzóbbá tenni. Így most idén itt van velünk Patak Márta, magyarországi szerzőnk, így nem csak a könyveket láthatják a legkisebbek és a legnagyobbak, hanem a szerzőinkkel is találkozhatnak. Doroszlón kívül Gombosra, Zomborba és Bezdánba is eljutottak a Fórum Könyvkiadó Intézet kiadványai.